Sziasztok, én Ákos vagyok, ez pedig itt a vegánblog.hu. Ma is főzés helyett tornázni fogunk, és a csípő és a deréktájéki feleslegektől fogunk megszabadulni, ha egyáltalán van ilyen, de az biztos, hogy formásabbá fogjuk tenni, nagyon egyszerű és könnyen elvégezhető gyakorlatokkal. Ha valaki nem ismerne bennünket, 4 fantasztikus vegán receptes könyvünk van, érdemes kipróbálni ezeket az ételeket, majdnem 500 recept, mindegyiket könnyű elkészíteni egyszerű alapanyagokból. YouTube-on a vegán blog felirat alatt, ahol az a menüsor van, amiben a megosztás is van, egyébként egy picit balra elhúzzátok, ott van egy köszönet gomb, azt megnyomva szintén tudtok bennünket támogatni, előre is köszönjük. 50 másodperc kemény munka és 10, hogy ne légy hulla! Első gyakorlatunknál emeljük a térdünket, illetve a könyökünket is közelítsük felé, egyenes háttal, egyenes törzsel, hogy az oldalsó hasizmaink dolgozzanak. Kétszer az egyik oldalra, és kétszer a másik oldalra. Ez az. Nagyon ügyesek vagytok. Na, már kezditek érezni az ízét. Most pedig enyhén felemelkedve, hasunkat préselve érintsük meg mindkét bokánkat nyújtott kézzel mindkét oldalon. Egy kicsit olyan ez, mint a hanyat testünk volna, és még mielőtt felkelnénk, azért diszkréten ellenőrizzük, hogy megvan-e mind a két lábunk. Egyébként kutyusok terelgetésére is alkalmas, mint ahogy azt láthatjátok. De kemény gyakorlat, folyamatosan feszüljön a has, ez az. Már nincs sok hátra, tartsatok ki! Ez egy kemény gyakorlat, aki tudja, tartsa folyamatosan megemelve a lábát, és tartsa meg a lelkesedését is. A gyakorlatnak adhatnám az ismerkedés a tanyavilággal nevet, hiszen mindkét oldalt ültetgetünk, dugványozunk, de nem akarjuk, hogy koszos legyen a magas sarkunk. Ez az, jól csináljátok! Ismét az oldalsó hasizmainkat mozgatjuk meg, egyet ide nagyon hatékony módon. Figyeljetek arra oda, hogy a térdetek legyen jól felhúzva, tehát 90 fokos szöget zárjon be a törzsünkkel, és az alsó lábszárunk meg 90 fokos szöget zárjon be körülbelül a combunkkal, ez lenne az ideális, én is erre törekedtem, meg arra, hogy valahogy túléljem. Fél időben oldalt váltunk, mindjárt mutatom. És átfordulni a másik oldalra, egy kicsit gyorsabban csináljátok, mint én. Ez az. Térd, illetve boka érintés, most végig a jobb oldalon, a lehetőségekhez képest minél nyújtottabb lábbal.
könyökünkkel a térdünket érintsük meg, az ujjainkkal pedig a lábujjainkat, ha nincs rajtunk cipő. Ne adjátok fel, már nincs sok hátra! Most a bal oldal következik, ami ugyanilyen klassz lesz. Mivel ezt a gyakorlatot már remekül elsajátítottátok, ezért most azzal bíztatlak benneteket, hogy már túl vagyunk a tornánk felén. Isteni gyakorlat következik, lábaink átemelése egyik oldalról a másikra, jó nagy ívben. Bár a gyakorlat az ablaktörlő nevet kapta, szerintem olyan, mint egy sellő lány első szárazföldi éjszakája, valahogy nem tud elaludni, sehogy se kényelmes egyik oldalon se. Gyerünk, nagyon szép nagy ívben, és ügyesen csináljátok, ebben biztos vagyok. Ez az! Nyugi, mindjárt itt a csipogás! Csípőemelés oldalsó plank pozícióban, fél időnél váltani fogunk. Kicsit olyan ez a gyakorlat, mint testünk belső küzdelme, a karunk le akar bennünket nyomni, de a törzsünk ezt nem hagyja. Nagyon kemény gyakorlat, az nem is tudnám csinálni Holly segítsége nélkül. Hamarosan oldalt fogunk váltani. És most a másik oldal. Gyerünk, gyerünk, gyorsan, gyorsan. Ígérem, már nincs sok hátra, most lábujjaink megérintése fog megtörténni váltott kézzel. Biztos vagyok benne, hogy jól csináljátok, egy kicsit olyan ez, mint egy kiszámolós di. Tehát edz, pec, kimehetsz, ettől kocka hasad lesz. Gyerünk, gyerünk! Mindjárt itt a vége, nekem már nagyon ég a hasam, tartsatok ki! Utolsó gyakorlat, pókember lépés mindkét oldalra, majd a csípőnket nagy ívbe átemeljük az egyik oldalról a másikra.
Almászó gyakorlat tériszonyosoknak, ha leesés veszélye nélkül, nagyon ügyesek vagytok. Ez az. Jó nagy ívben mozgassátok a csípőtöket. Ez az. Ez egy remek gyakorlat, hogy a nem létező kis hájakat a hátsó és az oldalsó részről eltüntessük. Jó hírem van, mindjárt vége! Én már hallom is az utolsó csipogást, és ti? Ezúttal is szakítsunk egy kis időt a nyújtásra, illetve a lazításra, ez is nagyon fontos része az edzésünknek. Ez nagyon-nagyon-nagyon kemény volt, nagyon ügyesek voltatok, ha végig tudtátok csinálni. Én már érzem, hogy fittebb, egészségesebb és szebb vagyok, mint ahogy ti is. Köszönöm szépen, hogy együtt voltunk. Sziasztok!